Good evening. Join me. This is Drug Report Derek News. Promise. Life. Drug Report Derek News. Love and hope and trust and confidence. Tonight, there's something special to talk about. So, won't you join us? Sziasztok, Sárosi Péter vagyok, és ez itt a Drog Reporter világhíradója, ami a drogpolitikai hírekről és fejleményekről tudósít havi rendszerességgel. Britney Griner 9 év börtönbüntetésre ítélték egy orosz börtönkolónián. Britney Griner kosárlabdasztárt 0,7 gram cannabis olaj becsempészése miatt állította elő az orosz rendőrség még tavaly, amelyet legálisan vásárolt Arizonában a hátfájására. Biden elnök a szigorú börtönbüntetést elfogadhatatlannak nevezte, és azt ígérte, hogy kormánya minden lehetőséget igénybe vesz, hogy a sztárt hazahozza. Az ügye az ukrán háború miatt Moszkva és Washington között kielesedő konfliktus egy új állomása. Grinert egy orosz börtönkolóniára küldték, ahol rendszeresen kínozzák és megverik a fogvatartottakat, egyeseknek pedig 16 órát kell dolgozniuk naponta. A Biden kormány felajánlotta az oroszoknak, hogy amennyiben elengedik Grinert, akkor cserébe hazaküldik Viktor Butot, a halál kalmáraként is becézett orosz fegyverkereskedőt, aki jelenleg az USA-ban tölti 25 éves börtönbüntetését. Kolumbia első baloldali elnöke kudarcnak nevezte a drogellenes háborút. Gustavo Petro, egy korábbi baloldali gerilla szervezet tagja, Kolumbia első baloldali elnöke, a beiktatásán arról beszélt, hogy az ország most egy második esélyt kapott, hogy valódi megoldást találjon az erőszak és a szegénység problémájára, írja a Guardian. Petro megígérte, hogy kormányra kerülve olyan gazdaságpolitikát fog folytatni, aminek a célja az évszázados egyenlőtlenségek felszámolása és az ország legszegényebb lakóival szembeni szolidaritás. Ideje egy olyan új nemzetközi kábítószer egyezményt létrehozni, ami elfogadja, hogy a drogellenes háború elbukott, jelentette ki Petro. A béke természetesen lehetséges, de ez attól függ, hogy a jelenlegi drogpolitikákat olyanokkal helyettesítsük, amelyek a fejlett országokban a megelőzésre összpontosítanak, fejtette ki. Három EU ország miniszterének közös állásfoglalása a cannabis reformról. Négy EU ország, Németország, Málta, Luxemburg és Hollandia miniszterei találkoztak Luxemburg meghívására július 15-én, hogy megvitassák az országaik előtt álló kihívásokat a cannabis politikában. A találkozó végén elfogadtak egy közös nyilatkozatot is, amelyet végül csak Németország, Málta és Luxemburg miniszterei írtak alá. A nyilatkozat szerint a jelenlegi helyzet, a status quo elfogadhatatlan. Ezért olyan új megoldásokra van szükség, amelyek magukban foglalják a cannabis piacának legális szabályozását is. Az egyik ok, amiért szükség van a reformra, a cannabis fekete piacán tapasztalható aggasztó trendekből fakad. Egyre több illegális cannabis terméket ütnek fel, ugyanis különféle szennyezőanyagokkal és új szintetikus kannabinoidokkal. A miniszterek szerint a hagyományos büntetőjogi megközelítések helyett ezért olyan új kannabiszpolitikára van szükség, ami az egészségügyi és szociális programokra helyezi a hangsúlyt. Civil szervezetek kiegyensúlyozottabb drogpolitikai pályázatokat kérnek az EU-tól. Civil szervezetek nyílt levelet küldtek az EU belügyi biztosának, amiben kritizálják azt az új drogpolitikai pályázati kiírást, ami szinte kizárólag rendőrségi témákban biztosít támogatást, kizárva az olyan témákat, mint az ártalomcsökkentés. Amióta az EU bizottság droghivatalát áthelyezték az igazságügyiből a belügyi főigazgatóságra, annak megközelítése egyre inkább büntető irányba mozdult el a kiegyensúlyozott, integrált megközelítéstől. Az ártalomcsökkentés terén dolgozó civil szervezetek arra figyelmeztették a bizottságot, hogy jelenleg is súlyos finanszírozási gondokkal küzdenek, különösen az EU keleti tagállamaiban, ami fontossá teszi a közvetlen EU-s források odaítélését ezen a területen. Új ingyenes e-kurzus a dekriminalizációról. A Nemzetközi Drogpolitikai Konzorcium, az IDPC, egy új dekriminalizációs e-kurzust hirdetett meg, ami ingyen online elérhető mindenki számára. A dekriminalizáció, tehát a drogfogyasztók büntetésének a megszüntetése egyre elterjedtebbé válik a világon. A kurzus 7 modulból áll, ezek megismertetik a résztvevőket a dekriminalizáció létező modelljeivel, a kábítószerek személyes használatra történő tartásának a meghatározásával,
a szankciók tervezésével és más témákkal is. Az e-kurzus videóanyagait a Drug Reporter videómenedzsere Takács István Gábor készítette. Az érdeklődők az IDPC honlapján tudnak regisztrálni a kurzusra. Ez volt már a Drug Reporter világhíradója. Köszönjük, hogy velünk voltatok! Amennyiben ti is fontosnak tartjátok, hogy legyen hiteles tájékoztatás a drogpolitikával kapcsolatban Magyarországon is, akkor légy szíves, támogassatok minket! Mi nem kapunk pénzt pénztáros Lőrinctől, csak a ti segítségetekkel tudjuk folytatni a munkánkat. Köszönjük, sziasztok! Thank you for joining us. What we've been able to achieve has been done with your help. Now we go on to the next stop, making a final commitment. Now we need your support again. Support Drug and Report Their News. Today